Hello, Bello, és üdv egy újabb podcast epizódban. Az előző epizódokban természetesen a tokai borvidékről volt szó. Volt szó a tokai asszúról, annak a készítési módjáról, hogyan készítették régen, illetve hogyan készítjük most. Ezen kívül volt szó a szamarodniról, hogyan készül a máslás, a fordítás. És most meg azért kicsit még tovább mennék a késő szüretelésű borokra, illetve új tokai szülőfajták közül is szeretnék említést tenni, és ezeket a kicsit jobban megismertetni veletek, úgyhogy kezdjünk is bele. Késői szüretelésű borokat igazából azért kezdték el készíteni még a 90-es években, mert szerettek volna egy olyan borfajtát, amely szület után rövid időn belül már a piacra lehet dobni, és mivel azért azt az nem feltétlenül lehetett ugye ilyen hamar palackozni, ezért kellett egy ilyen alternatív megoldás, és így született meg igazából a késői szüretelésű borok. Általában reduktív technológiával készülnek, tehát ugyanúgy acéltartályban eresztik, akár faélesztővel, vagy anélkül, de általában azért faélesztővel, és utána pedig kap esetleg egy ilyen fél éves, maximum fél éves, vagy pár hónapos hordós élelést, és utána mehet is a palacba, és utána már mehet is a piacra, úgyhogy ezért is volt fontos egy ilyen fajtának, egy ilyen borfajtának az alapítása. A késő szüretelésű borok az asszúval ellentétben szintén természetes édesborok. Ugye itt nem az asszú, tehát nem a botritiszes íz és a hordós élelés szamata dominál inkább, hanem a többet bogyónak a szőlőízei a hangsúlyosabbak, tehát nem asszukat, nem asszusodott szemeket szednek, hanem még többet is irányában, vagy ebben a fázisban szedik le a szőlőt, és emiatt marad meg ugye ez a természetes cukortartalom, és egyébként nagyon sokan készítenek ilyen jellegű borokat, mert nagyon közkedvelt, és nagyon sokan azért kedvelik az asszúk nem is tudják megvásárolni, de egy ilyen kis tűzszeretelésű bor az mindig jól jön. Bár én nem feltétlenül értek azzal egyet, hogy beszüntették ugye a 3 és a 4 putonyos asszút, tehát most már ugye csak 5 és 6 putonyos lehet kapni, illetve vásárolni, és ennek igazából gazdasági oka van, illetve hát az, hogy szerették volna az asszút egy ilyen luxus kategóriába helyezni, tehát hogy ne tudjon akárki asszút vásárolni, hanem tényleg legyen ez egy ilyen luxus márka konkrétan, és nem mindenki asztalára kerüljön asszú. És igazából ezzel egyáltalán nem értek egyet, mert hát szerintem pont a 3 és 4 putonyos asszú volt egy ilyen kis becsologató így az asszuk világába, és ez volt az a kategória szerintem, amit még a magyarok is megvásároltak, és nagyon szerettek, és én is úgy gondolom, hogy szerintem egy magyarnak, tehát hogy majd, hogy nem mondja, alap kellene, hogy legyen, hogy egy asszú ott van, vagy hogy egyszer az életében legalább kóstol egy asszút, és szerintem a 3 és 4 putonyos az pont egy ilyen kategória, ami így nem is túl édes, nem is túl harsány, tehát egy ilyen teljesen kellemes kategória is, és sok mindenki örülne, hogyha asszút kóstolna, de sajnos ez már így nem feltétlenül így van, és hogy most már ugye az a helyzet, hogy csak az 5 és 6 putonyos került előtérben, és ezeknek azért megvan az ára, és így már nem feltétlenül tudnak vásárolni, vagy akárki nem tudja megvásárolni ezeket a borokat. De térjünk is vissza az eredeti felállásunkba. Igazából elég sokat beszéltem már az édes borokról, hiszen általában a Tokahegye olyan erről híres, de azért persze ugyanúgy készítünk száraz tételeket is, sőt, már szinte kötelező, hogy mindig mindenki készít most már száraz tételeket is, és a prémium kategóriás tételek is inkább szárazok most már, és ezeket próbáljuk, illetve itt Tokajhegyen próbálják minél jobban kiszélesíteni. És mivel a borkészítés általános szabályai vonatkoznak ezekre a borokra, így mindegyik tokai szőlőfajtából készülhet száraz, félszáraz, fél édes bor,
ugyanúgy, és nagyon izgalmas tételek szoktak születni. Általában a száraz tételeket ugyanúgy reduktív technológiával készítik, de amúgy ugyanúgy kap egy bizonyos mértékű hordós jellelést, vagy egyébként szoktak spontán is erjeszteni, és utána kerül a céltartályba, majd hordóba, de van, amikor teljesen 100%-ban reduktív a tétel. Úgyhogy nagyon izgalmas tételek vannak. Van leghíresebb szerintem egyértelműen a tokai furmint, a Tokaj Dry, ami 100%-ban furmintból készült, de nagyon izgalmas tételeket tudnak készíteni. Furmint és házlevelű házasítások is nagyon jók, amelyek hosszabb élelést, életű borokat adnak. Én egyébként nem is tudom, mikor egy hete kóstoltam egy majdnem 10 éves száraz furmint bort, és meglepő módon nagyon szép tétel van, ami mindig nagyon egybe volt, jók voltak a savai, tehát nem nagyon tompult el, és érdekes módon a száraz borok nehezebben, vagy nem élnek annyira hosszú ideig. Tehát itt a technológián is nyilván sok múlik, szerintem egy nagyon reduktív száraz furmint bor nem fog szerintem kibírni 7 évet, inkább ilyen 3-4 év az, ami úgy az átlag, de azért vannak olyan, nyilván évjárat is nagyon sok minden függ, tehát hogyha van egy nagyon jó évjárat, akkor abban azért, hogyha abból készítenek egy száraz furmintot, akár esetleg tényleg 8-10 évig is iható, és utána is fel lehet bontani, és ugyanúgy nagyon szépen megmarad. De ez egyébként nyilván a száraz fehérborokat nem is feltétlenül évekre készítjük, hanem pont amiatt, hogy minél hamarabb a piacra lehessen dobni, és hogy lehessen fogyasztani. Az új tokai szülőfajtákról szerettem volna még kicsit beszélni, a fehérborok, szárazborok után, ugyanis ugye azt említettem, hogy melyik az a három főszőlőfajta, ami ugye ismert, a furmint, házlevelű és a sárga muskotáj, ami Muscat Lunar néven ismert külföldön. És ezek a fajták hagyományosan a filoxéra víz után kerültek igazából újra telepítés folyamán, lettek az uralkodó fajták, és ugye mint tudjuk, mind három szőlőfajta nagyon jól aszosodik, és savai is egyébként még teljes érésben is magasak. És a filoxéra víz előtt még nagyon sok más őshonos szőlőfajta is volt. Ilyen volt például a tökszőlő, vagy a gohér, gyöngyszőlő, lányszőlő, rakszőlő, rózsaszőlő, és a furmint igazoltan tokai eredetű fajta, és a filoxéra víz előtt is ugyanígy volt már a borvidéken, és a 21. század elején még hozzávettek a fő fajtákhoz még hármat, ez a kövér szőlő, a kalbar és az éta. Tehát így van igazából 6 szőlőfajtánk, így a borvidéken, amiből borokat lehet készíteni, ami engedélyezett, a furmint, házlevelű, sárga muskotáj, a kövér szőlő, kalbar és az éta. Így ezek 6-an. A kövér szőlő a filoxéra víz előtt került egyébként hegyaljára, és Erdélyből került hozzánk, tehát nem magyar fajta egyébként, és ebből készítik a kotnári borokat, nem tudom, hogy mennyire hallottok erről, igazából én sem nagyon, de ez is egy szintén nagy bogyójú, lídús, nagyon jól aszosodó fajta, és a furmintnál egyébként hamarabb érik, ezért is, ez azért jó, mert ilyenkor a szület idejét szét lehet húzni. Tehát nem igazán szoktunk kövér szőlőből olyan nagyon nagy tételeket készíteni, nem is nagyon szoktak, inkább házasítják, vagy nagyon ritkán készítenek belőle a szút, de igazából tényleg nagyon-nagyon ritka, amikor kövér szőlőt, vagy 100%-ban kövér szőlő bor készül. A második szőlőfajta az a zéta, amely a furmint és a bovié házasításából, illetve kereszteződéséből nemesítették még 1951-ben, és Pécset. És ez a zétát egyébként régen Orémusznak hívták, és mivel ez egy történelmi dűlőnek a neve, ezért meg kellett változtatni a nevét, és így lett igazából aztán zéta. Nagyon érdekes egyébként, mert az Orémusz ugye általában, vagy hát azt mondják, hogy nem engedélyezett egyébként, hogyha van egy dűlőt már elneveztek valamiről, akkor tehát egy dűlőről nem lehet elnevezni egy borászatot, vagy egy pincészetet, nem lehet adni neki ilyen nevet, hát ez
Ez nem igazán jött össze, mert ugye az Oremus az szintén egy borászat, egy spanyol borászat, ott Tolcsván, de ugyanúgy ott van például Holdvölgy borászat, ami szintén egy gyűlűről kapta a nevét ott Mádon, illetve volt még régen a Szent Tamás pincészet, amely most már azért Medvány néven fut, de régen Szent Tamás pincészetnek nevezték, és szintén a Szent Tamás dűlő miatt. Szóval hivatalosan nem lehetne dűlő után borászatot elnevezni. Az étel egyébként szintén magas cukorfokkal és magas sávtartalommal ígrik be. Nagyon jól aszusorik szintén, és nagyon ritkán, de előkészítenek belőle aszukat. Nagyon ritkán, de azért szoktak belőle készíteni bort. A másik ilyen fajtánk a kabar, amely a házlevő és a buvi keresztezésével nemesítették még 1967-ben Kecskeméten, és 2005 óta igazából van államilag, államilag minősítve itt a borvidéken. Szintén nagyon aszusodik, nagyon jó a cukortartalma, és nem igazán szoktak egyébként készíteni, illetve én kabarból csak aszút kóstoltam eddig, és nevét egyébként a Kazár Birodalomból kiváló, honfoglaló magyar törzsekből csatlakozó Kazár törzs névre hallgató ilyen törzsből kapta a nevét, és a Kazár ebből jött a kabar, hogy a maga a kabar lázadót jelent, és erről van is egyébként egy könyv, a Padányi Viktor történelmi tanulmányok című könyvében van ez, és ott ír igazából erről. Talán a kabar az egyetlen, amit így önálló borként is meg lehet találni a borvidéken. Szoktak belőle készíteni száraz bort is, de természetesen ugyanúgy készítenek édesbort is belőle. Remélem, hogy átfogóbb képet tudtam adni így a szőlőfajtákról itt a tokai borvidéken, nagyon izgalmas fajták. Hát nekem igazából, én csak furmint házlevelővel és a sárgamuskatájjal dolgozom egyelőre, ugye, mint mondtam, egyébként ezekből a másik három szőlőfajtából igencsak elenyészőek a területek. Általában inkább csak a nagyobb borászatok is jeletezgetnek vele, tehát a hídszőlő, disznókő, azt nem talán az Oremus, tehát, hogy nem igazán szoktunk így kisebb pincészetek, nem igazán foglalkoznak vele, de hogyha esetleg láttok, hát boltok polcain nem igazán fogtok látni, de hogyha elmentek mondjuk Tokajhegyaljára, és akkor esetleg ott lehet egy-egy pincészetnél megtalálni ezeket a tételeket, és érdemes, hogyha van rá lehetőség, akkor kóstolni őket. Úgyhogy ennyi lett volna egyébként ez a rövid kis podcast, és ajánlom figyelmetekbe még az egyik cikkemet, amelyet most írtam, egy amerikai lánynak a blogjára, Paige Combrinak, és ő is egy borszakértő, fotográfus, blogger és mindenes, és az ő blogjára írtam egy ilyen vendégposztot, úgyhogy azt is majd nyugodtan el lehet olvasni. És készülök majd pár dologgal, mert hamarosan fogok indítani egy borpikniket itt táján, és velem találkozhattok, illetve lehet majd jelentkezni, és együtt ki fogunk menni egy-egy dűlőbe, és ott piknikezünk, borozunk, beszélgetünk ilyenek, úgyhogy még erről majd, hogyha esetleg érdekel, akkor nyugodtan keresd meg, de egyébként minden bent lesz a leírásban, és majd meg fogom osztani ezzel kapcsolatos bővebb információkat. Úgyhogy találkozunk a következő podcastben.